Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt egy Overwatch hős bemutató videó, amiben szemügyre vesszük az új hőst, Orisát. Egy héttel ezelőtt az Overwatch Facebook oldalára került ki egy bejegyzés, ami egy interjú volt egy 11 éves lányjal, Effie Oladéllel, aki Numbaniról származik és az Adov alapítvány ösztöndíját nyerte el, mivel kiváló eredményeket ért el a robotikában és a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Ekkor már elindult a hype vonat az Overwatch közösségén belül, mivel mindenki tudta, új hős érkezik. Sokan arra tippeltek, hogy Effie lesz az új hős. 3 nappal később újabb bejegyzés került ki, amiben egy friss hírt közöltek, miszerint Numbani repterén az UR-15 típusú védelmi robotokat elpusztította egy ismeretlen támadó. A játék PTR, azaz teszt kliensébe bekerült egy frissítés. A Numbani mapon a támadó spam pontján, ami a reptér, tényleg ott voltak a robotok elpusztítva, mint ahogy a hírekben. Ha tovább mentünk a payloadhoz, láthattuk, hogy eltűnt Doomfist kesztyűje. A burok, amit árolta, szét volt törve, azaz valaki elvitte. Ekkor már sejthető volt, hogy Doomfist volt az. A hype vonat tovább pörgött, a játékosok egyre jobban várták, hogy mi fog történni. Sok teória született alig pár nap alatt. Sokan azt hitték, hogy Effie lesz az új hős, sokan azt, hogy Doomfist, van, aki azt állította, hogy mind a kettő egyszerre fog bejönni. A történtek után 5 nappal egy képet közöltek, ami szerint Effie valamint dolgozik. Ekkor már tényleg nem lehetett bírni a játékosok izgatottságával, a hype egyre nagyobb volt, innentől csak várni lehetett. 2017. március 2-án este 3:48-kor az Overwatch csapata bemutatta a legújabb hőst, Orisát. Egy eredet történetes videót raktak ki. A videóban megtudhatjuk, hogy Doomfist okozta a pusztítást. Effie úgy döntött, újra kreál egy védelmező robotot. Elnevezte Orisának, és arra programozta, hogy erős és bátor legyen, valamint megvédje Numbanit. Orisa egy tank karakter, fő feladata, hogy a csapattársait védje a fronton. Nagy hatótávolsága van, azaz messzire tud lőni. Képes megerősíteni a saját védelmét, kilőni egy gravitáció lövedéket, amire lesítja és mozgatja az ellenséget, valamint le tud telepíteni egy kompresszort, ami a közeli csapattársak támadási erejét képes növelni. Orisa 200 HP-val és 200 páncélzattal rendelkezik. A hangját Cheryl Skeet adta. Fusion Driver. Orisa fegyvere egy automatikus lövedékágyú, ami 200 töltényjel és 12 töltény per másodperces lövési gyorsasággal rendelkezik. Újra tölteni 2,5 másodperc alatt tud. Halt. Orisa egy gravitációs lövedéket lő ki, ami lassan halad előre a kilövés irányába. Maga a lövedék nem sebez, viszont a közeli ellenségeket a lövedék felé húzza és belassítja őket. A lövedéket a jobb gombbal lehet aktiválni, az összehúzó képességet szintén a jobb gomb lenyomásával lehet megtenni. A lövedék visszalökhető Genjivel és elpusztítható Diva védelmi mátrixával. A pajzsokon képes áthatolni, de az összehúzó képesség nincs hatással azokra, akik a pajzs mögött vannak, ha esetleg egy pajzs előtt aktiválnád. Fortify. Orisa egy védőmezőt kap, ami a kapott sebzést 50%-kal csökkenti 4 másodpercen keresztül, valamint a hatás alatt immunissá válik minden ellenséges képességre. Protective Barrier. Orisa eldob egy egységet, ami egy pajzsot húz fel, olyat, mint ami Reinhardtnak van. A pajzs 900 HP-val rendelkezik, és 20 másodpercig képes jelen lenni. Egyszerre csak egy darab pajzs lehet aktív. A pajzs Orisa halála után is megmarad. Supercharger. Orisa Ultimate képessége során egy kompresszort rak le, ami 25 méteres körzetben minden csapattár sebzését megnöveli 50%-kal 15 másodpercen keresztül. A kompresszor 200 életerővel rendelkezik, és az ellenség által elpusztítható. Orisa jelenleg 9 kinézetet kapott. 4 ritkát, 1 epiket, és 4 legendászkint. Orisa emellett jelenleg 2 emóttal, 3 victory pózzal, 1 voice line-nal, 25 spray-jel,
Három highlight intróval. És egy arany fegyverrel rendelkezik. Nos, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, ha esetleg szeretnétek még ilyet látni, akkor lájkoljátok a videót és iratkozzatok föl. Én Barna voltam, sziasztok!